Úgy gondolom, hogy ez a kongresszus egy olyan gyűjtőhelye a szakmaiságnak, ahol rengeteg információhoz egy kupacban egyszerre juthatunk. Csidó Levente vagyok, fogorvos szájsebész, és az implantológia szekciónak vagyok az egyik témavezetője Németh Zsolt barátommal együtt. Én az elmúlt 3 évben kapcsolódtam be a rendezvénybe, hát először pont egy covidos furcsa online időszakot éltünk meg, és úgy gondolom, meg legalábbis az én belső és rendezői vagy szervezői szempontomból egy folyamatos fejlődés van, hiszen a covidos nullához képest hatalmas előrelépés volt, hogy tavaly nem csak online, hanem személyesen is tudtunk találkozni. Úgy gondolom, hogy aki részt vett, az tudja, hogy az idei kongresszus fantasztikus volt. Rengeteg résztvevővel, rengeteg kiállítóval, nagyon színvonalas előadásokkal, úgyhogy én bízom benne, hogy egy nagyon komoly fejlődés útjára visszaléptünk, és tovább fog fejlődni a kongresszus. Hát én régi módi ember vagyok, ezt szoktam mondani, és hiszek benne, hogy a legfontosabb a szakmában az emberi kapcsolat, nem csak a páciensekkel, hanem bizony a kollégák között is, a társszakmák között is, szakmán belül is, megbeszélni a különböző problémákat, átbeszélni, közösen gondolkodni, ez úgy gondolom, hogy a mi szakmánknak is és az emberiségnek is a legnagyobb ereje, hogy csapatban tudunk dolgozni, és így együtt létre tudunk hozni olyan dolgokat, amit egyedül nem tudnánk. Hát én azt gondolom, hogy manapság nagyon sok információval kerülünk szembe, mi mind a különböző médiumokban, mind ugye a szakmánk során, és én úgy gondolom, hogy ez a kongresszus egy olyan gyűjtőhelye a szakmaiságnak, ahol rengeteg információhoz egy kupacban egyszerre juthatunk, és nagyon sokat tudunk fejlődni, mind a szakmában, sok új kapcsolatot tudunk létesíteni, és nagyon sok újat tudunk tanulni.